Mindenki Akadémiája színpadán ma este Kis Csaba csillagász. Üdvözlöm Önöket! Kis Csaba vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Intézetéből, és a távoli infravörös hullámhosszakon megfigyelhető Hideg Világegyetemről szeretnék ma előadást tartani. Úgy kezdődött, hogy 6 éves voltam, amikor a nagymamámtól karácsonyra kaptam egy könyvet, ami csillagászatról szólt, és én nagyjából akkor eldöntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Igazából nem nagyon volt kitérő innentől kezdve, hát voltam, ahogy szerintem szinte mindenki, úgymond amatőr csillagász, tehát az ember épít magának kicsi távcsövet, azzal nézegeti, hogy mi van az égen, elmegy csillagásztáborba, ilyesmi. És az sem árt, ha az átlagosnál jobban megy a matematika és a fizika, mondja Kis Csaba, akinek mindkettő ment. Így végül fizikusként végzett az egyetemen, és ezután csillagász lett. A munkámnak a nagy részét, vagy hogy szokták ezt mondani, a karrierem nagy részét, azt infravörös csillagászat témakörében csináltam. Ez eleinte adatfeldolgozást jelentett, aztán később elkezdtem dolgozni az ISO nevű infravörös műhold adatain, illetve annak a kalibrációján, ez Heidelbergben történt. És amikor onnan hazajöttem, 2004-ben, akkor vágott bele itt az intézet a Herschel űrtávcső programba. A Herschel infravörös űrteleszkópot 2009. május 14-én bocsátotta fel az Európai űrügynökség. A 3,5 méter tükörrel megépített távcső a távoli infravörös hullámhosszokon vizsgálja az univerzum közeli és távoli tartományait. Ez mai napig az egyik fontos része az életemnek, meg a kollégáim életének, akik ezzel foglalkoznak. És hát ugye a tudomány az igazából ehhez kötődik, amit mi csinálunk. Ez részben korábban csillagközi anyag, illetve fiatal csillagokhoz kötődő kutatások voltak. Ma, amivel leginkább foglalkozunk, azok a naprendszer kis égitestjei a infravörös hullámhosszakon. Miben különbözik a távoli infravörös hullámhosszakon megfigyelhető világegyetem a látható tartományban megfigyelhető világegyetemtől? Miért van arra szükség, hogy ezt mi valamilyen módon megfigyeljük? Erre szeretnék ma ebben az előadásban választ adni. Munkája során számtalan új kihívással találkozik Kis Csaba, hiszen a világegyetemben minden folyamatosan változik. Az új felfedezések és feladatok színesítik a mindennapjait. A közelmúltban például fényderítettek a Neptunusz harmadik legnagyobb holdja, a Nereida néhány titkára. Ezelőtt nem gondoltam volna, hogy én ezzel fog foglalkozni, mivel most foglalkozom. Hát ez ugye úgy, az ember úgy egyrészt sodródik, vagy nem tudom. Jönnek az új témák, és akkor éppen amelyik az ember, ha felfedez valamit, egy felfedezés az ritkán olyan, vagy nem mindig olyan, hogy az ember tényleg tudja, hogy mit keres, és azt az egy valamit akarja megtalálni, hanem belebotlik, vagy rábukkan, és akkor azzal kezd el foglalkozni. Munkája nagy részét a számítógép előtt végzi, és sokszor még otthon is folytatja. Hazamegyek, akkor jelentést írok, projektbeszámolót írok, költségvetést készítek. Meg hát ugye az ember próbál a családjával foglalkozni, amellett másra igazából nem nagyon jut idő, de tulajdonképpen ez a csillagászat, ez egy hobbi. Ebben az értelemben nem nagyon van az embernek másik hobbira szüksége. Távcsőbe ma már csak nosztalgiából néz. A legjobb távcsövet azt még én építettem saját magamnak, még középiskolás koromban, és tényleg máig ennek van a legjobb optikája. Azóta vettem ilyen-olyan kisebb, nagyobb távcsöveket, de optikai minőségben azok nem tudták elérni vagy meghaladni azt, amit annak idején, én 16 évesen készítettem. A Mindenki Akadémiája színpadán Kis Csaba, és témája a Hideg Világegyetem varázslatos világa.
Az infravörös csillagászat története 1800-ban kezdődött William Herschel kísérletével, aki a napfényt egy prizmával színeire bontotta, és azt a meglepő felfedezést tette, hogy az oda helyezett hőmérő ott is melegedett, ahol ő semmilyen sugárzást nem látott, semmilyen szint nem látott, és hogy abból nagyon helyesen azt a következtetést vonta le, hogy léteznie kell valamilyen az emberi szem számára láthatatlan sugárzásnak, és ezt ő infravörös sugárzásnak nevezte el. Az infravörös sugárzást több tartományra szoktuk felosztani, az szerint, hogy milyen ennek a sugárzásnak a hullámhossza. Így beszélünk közeli, közép és távoli infravörös sugárzásról. A közeli infravörös tartomány nagyjából 1 és 10 mikrométer között, a közép infravörös tartomány 10 és 30 mikrométer között, a távoli infravörös tartomány pedig az ennél hosszabb hullámhosszakon figyelhetjük meg. Minden ilyen tartományhoz a testeknek különböző hőmérséklete tartozik, minden test a hőmérsékletének megfelelően sugárzást bocsát ki. Általában a testek, amiket itt a földi körülmények között meg tudunk figyelni, azok a távoli infravörösben fognak legintenzívebben sugározni. A távoli infravörös tartományban sugárzó testeknek a hőmérséklete, az pedig alig néhány 10 Kelvin, az abszolút 0 fok fölött. Miért akarjuk mi az eget megfigyelni infravörös hullámhosszakon? Az infravörös hullámhosszakon teljesen más tudunk megfigyelni, mint amit a látható tartományban. Erre például az itt látható Orion csillagkép, amit az egyik képen a szokásos módon látunk, a csillagait látjuk. A másik képen viszont ugyanezt az égi területet a távoli infravörös hullámhosszakon az IRAS műhold által készített 100 mikrométeres képen láthatjuk, ahol nem a csillagok a legfeltűnőbb jellegzetességek, hanem a nagy mennyiségű csillagközi anyag, ez tulajdonképpen nagyon hideg csillagközi anyag, és ez jellemzi az Orion területét ezeken a hosszú hullámhosszakon. Az infravörös tartomány azért is érdekes, mert tulajdonképpen az univerzum története során kibocsátott energiának egy jelentős részét az infravörös tartományban látjuk, de hogy ezen a képen például a Herschel űrtávcső képén láthatunk több ezernyi rendkívül nagy távolságban lévő galaxist. Ezek a galaxisok nem olyanok, mint amit itt a mi környékünkön látunk. Ezekből a galaxisokból érkező fény akkor indult el, amikor az univerzum kora még csak nagyjából 20%-a volt a mai korának. Ellentétben a Hubble űrtávcső képein megfigyelhető galaxisokkal, amelyeknek az életkora az hasonló a mi tejútrendszerünkhöz. Az infravörös tartománynak egy másik érdekes tulajdonsága, hogy az infravörös fény az tulajdonképpen áthatol mindenen, már legalábbis itt ami az égen megfigyelhető jelenségeket jelenti. Itt ezen a képen amit látunk, az a Barnard 68 nevű sötét felhő. Ez a látható tartományban készült felvételen teljesen sötétnek látszik, szemben a másik képpel, ahol infravörös tartományban készült képeket is felhasználtak, ott ezen a felhőn tökéletesen át tudunk látni. Ugye ennek az a jelentősége, hogy az infravörös tartományban meg tudunk figyelni olyan dolgokat, amelyeket a látható tartományban a por és a csillagközi anyag egyébként eltakarna előlünk. Sajnos azonban az infravörös sugárzást itt a Föld felszínén nagyon nehéz megfigyelni. Ennek az az oka, hogy a légkör ezeken a hullámhosszakon nem áteresztő. A légkör alapvetően két tartományban ereszt át. Az egyik a látható tartomány, ahol a mi szemünk is működik, a másik pedig a rádió tartomány. Az ettől eltérő hullámhosszakon nem áteresztő a légkör, hogyha ezeket meg akarjuk figyelni, akkor valamilyen módon a légkör fölé kell emelni ezeket az eszközöket. Tulajdonképpen emiatt alakult ki az infravörös űrcsillagászat. Az infravörös űrcsillagászat kezdetei a 1960-as, 1970-es évekre tehetők, ahol először ballonokról és rakétákról próbálták az infravörös eget megfigyelni. Az első jelentősebb eszköz a 70-es években felbocsátott Kuiper Airborne Observatory nevű távcső volt, amit egy repülőgép fedélzetére szereltek.
Majd a 80-as évektől indult el az űrcsillagászatnak a virágzása. Először az IRAS, Infrared Astronomical Satellite műholddal, amely már az egész eget fel tudta térképezni ezeken az infravörös hullámhosszakon, majd később az ISO, a Spitzer és a Herschel űrtávcsövekkel. A Herschel űrtávcső már a 2010-es éveknek a nagy csillagászati műszere volt. Az infravörös tartománynak a megfigyelése természetesen ezzel nem ért véget. A következő generációs űrtávcsövek, mint például a Hubble űrtávcsövet leváltó James Webb űrtávcső, műszereinek a nagy része az már infravörös műszer lesz, és a 2020-as években működő távcsövek, mint például a James Webb vagy a Spica űrtávcső, azok leginkább ezt az infravörös tartományt fogják megfigyelni, pont amiatt, hogy ezeken a hullámhosszakon tulajdonképpen több mindent tudunk megfigyelni, mint a látható tartományban. Ha felnézünk az égre ezeken a hosszú infravörös hullámhosszakon, akkor, mint ahogy mondtuk, ennek a infravörös sugárzásnak a nagy része a csillagközi anyagból érkezik, ezért azt várjuk, hogy a csillagközi anyag eloszlását kövesse az infravörös égnek a szerkezete is. Amikor először az IRAS műhold felvételi alapján próbálták az infravörös égnek a szerkezetét meghatározni, akkor ez volt a várakozás, hogy a csillagközi anyagot a galaxis síkja mentén várjuk tömörülni. Ezzel szemben azonban azt találták, hogy ezeken a hosszú infravörös hullámhosszakon a csillagközi anyag jelenlétére utaló sugárzást azt egészen magas galaktikus szélességeken, messze a fősíktól is megtaláljuk, ahol eredetileg nem vártunk csillagközi anyagot. Ezt a szerkezetet Cirrusnak nevezték el a földi légkörben megfigyelhető Cirrus felhőkhöz való hasonlatosság miatt. Ez a galaktikus Cirrus, és ez a szálas szerkezet, ez átszövi az egész eget tulajdonképpen, és mindenhol megfigyelhető. A csillagközi anyagban nem csak ezt a szálas szerkezetet tudjuk megfigyelni, hanem más érdekes szerkezeteket is. Például itt ezen a képen a IRAS műhold képei ből készített színes felvételen a galaktikus sík egy része látható, a galaktikus sík közelében kiemelkedik egy ilyen hurokszerű képződmény. Ezt láttuk már ma egyébként, ez a Lambda Orionis nevű csillag körüli buborék. Ezt a buborékot a Lambda Orionis nevű nagy tömegű csillag fújta maga köré abból az anyagból, ami azon a vidéken található. Ilyen szerkezeteket, ilyen buborékokat, ilyen hurkokat nem csak itt találunk, hanem tulajdonképpen mindenhol a tejútrendszerben. A másik két ábra szintén két hasonló ilyen hurkot mutat, amit szupernóva robbanások vagy nagy tömegű csillagoknak a csillagszele hozott létre. És ezekből nem csak néhány van, hanem igazából több száz ilyet lehet azonosítani. Az alacsony galaktikus szélességekben, a galaktikus sík közelében ezek általában kisméretűek, és ezeket általában szupernova robbanások és a nagy tömegű csillagok csillagszele hozza létre. A magas galaktikus szélességeken viszont nincsenek ilyen nagy energiájú források, amik ezeket létre tudnák hozni, mégis látunk ilyeneket. Ezeken a magas galaktikus szélességeken a szuperszónikus turbulencia a ritka anyagban létrejövő nagyon gyors áramlások hozzák létre ezt a furcsa szerkezetet. Ennek a szálas szerkezetnek azonban nem csak az a jelentősége, hogy ilyen érdekes alakzatokat tud létrehozni a csillagközi anyagban, ezt a szálas szerkezetet megtaláljuk a csillagközi anyag tulajdonképpen minden skáláján, és a Herschel űrtávcső távoli infravörös megfigyeléseinek volt az az eredménye, hogy ebben a szálas szerkezetben egészen olyan skálákat tudott megmérni, amelyekben már a csillagkeletkezésnek a legelső fázisait is meg tudjuk figyelni. Tulajdonképpen ezek mentén, a filamentumok mentén, ezek mentén a szálas szerkezet mentén jönnek létre a csillagok, legalábbis a nagyobb tömegű csillagok, a naphoz hasonló és annál nagyobb tömegű csillagok. A csillagok keletkezésekor az anyag, a csillag körüli anyag az először egy ilyen gömbszimmetrikus módon hullik a csillag kezdeménynek a felszínére, és gyarapítja az ő tömegét. Később a csillag körül kialakul egy korong, ami először táplálja a csillagot, növelve annak a tömegét, majd később ebből a korongból, ennek a korongnak a
tulajdonképpen maradványából jön létre a bolygórendszer a csillag körül. Amikor a bolygórendszer kialakult, akkor a csillag körül visszamarad egy olyan korong, amelyben már bolygóképződés nem folyik. Ezt a korongot nevezzük ekkor törmelék korongnak, azért törmelék, mert már nem történik benne csillagkeletkezés. Az első ilyen törmelék korongot azt a Vega körül fedezték fel, még az 1980-as években, mégpedig éppen a távoli infravörös hullámhosszakon, ugyanis azt a meglepő felfedezést tették, hogy a Vega nevű csillag az 10-szer olyan fényes volt a távoli infravörösben, mint ahogyan azt várták. Ezt helyesen úgy értelmezték, hogy a Vega körül van egy ilyen porkorong, és ennek a porkorongnak a sugárzását látjuk ezeken a távoli infravörös hullámhosszakon. Azóta természetesen nagyon sok ilyen törmelék korongot felfedeztek már, mint például a Fomalhaut nevű csillag körül, ahol mind szórt fényben, mind pedig a ott található por távoli infravörös sugárzásában remekül megfigyelhető a korongnak a szerkezete. Ez a felfedezés, ez tulajdonképpen a csillagászat teljesen új ágának a virágzását indította el. A törmelék korongoknak a tanulmányozása, a törmelék korongok fizikája a ma csillagászatának az egyik legfontosabb kérdése. Természetesen, amikor a nap kialakult, a nap körül is létezett egy ilyen törmelék korong, de hát ez már több mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt volt, és az elmúlt évmilliárdok alatt a nap körüli törmelék korong az meglehetősen megfogyatkozott, de tulajdonképpen még ma is létezik. Hogyha megnézzük a naprendszer szerkezetét, akkor ennek a törmelék korongnak a nyomait azt igazából két helyen tudjuk felfedezni. De a nap körül létezik egy úgynevezett Oort felhő, innen származnak a hosszú periódusú üstökösök. A naprendszer belső részében találjuk meg ennek a régi törmelék korongnak az első maradványát, ez nem más, mint a kisbolygó öv a Mars és a Jupiter pályája között, illetve az állatövi fénynek a korongja, ami nagyjából a Föld távolságában veszi körbe a napot, és itt a belső naprendszerben szétbomló üstökösök porából származik. Ennek a törmelék korongnak a másik maradványa, az nagyon messze található a naptól, ez az úgynevezett Kuiper öv, ez egy külső kisbolygó öv, ami mintegy 40 csillagászati egységnyi távolságra kezdődik a naptól. Ugye tulajdonképpen ennek a törmelék korong maradványnak a része például a Plutó is, és ennek a részei a naprendszer külső peremén keringő egyéb törpebolygók, mint például az Érisz. Ezek a távoli égitestekkel, távoli kis égitestekkel az a probléma, hogy általában, hogyha csak látható hullámhosszon tudjuk őket megfigyelni, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy ezek az égitestek, ezek mekkorák. Hiszen csak egy fénypontot látunk, nem tudjuk felbontani őket, nem tudjuk megmondani, hogy egy kicsi, de világos, vagy egy nagy és sötét égitestről van szó. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani, rendkívül nagy segítséget nyújt nekünk az infravörös tartomány, ugyanis, hogyha ezeknek az égitesteknek a hősugárzását is meg tudjuk figyelni, akkor a látható és az infravörös tartományban mért sugárzásból már nagy pontossággal megmondható, hogy mekkora egy ilyen égitest, sőt, az is megmondható, hogy milyen az ő felszíne, mennyi fényt ver vissza, mekkora az albedója, ebből pedig következtetni lehet arra, hogy milyen anyagok alkotják ezeknek az égitesteknek a felszínét. Ugye itt, ezen a sok égitestet mutató képen a Herschel űrtávcső méréseinek az eredményét látjuk, amiben több mint 100 égitestnek a infravörös sugárzását mértük meg, és határoztuk meg ezeknek az égitesteknek a méretét és albedóját. Ez egyébként mintegy 10%-a az összes ismert égitestnek a naprendszer külső vidékein. Ezek közül az égitestek közül az egyik az Érisz nevű törpebolygó, aminek a infravörös felvételét lehet látni ezen a képen. A nyíl a kis halvány pacára mutat, így néz ki az Érisz a távoli infravörösben, hogyha nem próbáljunk meg korrigálni a háttérre, ami láthatóan nagyon erős ezen a hullámhosszon. A Érisz mellett látható fényes foltok, azok tulajdonképpen nagyon távoli galaxisok. Ha ezeknek a képét levonjuk, akkor
egy sokkal jobb képet kaphatunk erről a törpebolygóról. A másik képen az Eris láthatjuk a Hubble űrtávcső felvételén, és látunk mellette egy kis halvány pontot, ez az ő holdja, a Dysnomia. Ugye ebből a képből még nem nagyon sokat tudunk mondani arról, hogy milyen ez a két égitest. Egy nagyon halvány kis pöttyöt látunk az Eris mellett. Nem tudjuk megmondani, hogy ez a hold, ez milyen. A távoli infravörös felvételek alapján azonban meg tudtuk mondani, hogy milyen ez a két égitest egymáshoz képest. A távoli infravörös mérésekből látszik, hogy az Érisznek, a törpebolygónak a felszíne az rendkívül hideg, és mellette ez a halvány pötty, ez tulajdonképpen egy meglehetősen nagy méretű és nagyon sötét hold, aminek a mérete az majdnem 600 kilométer, ami hasonló ahhoz, mint ami a legnagyobb aszteroida a Mars és Jupiter közötti térségben. A távoli infravörös hullámhosszakkal ehhez hasonló módon jellemezni tudjuk például a Neptunusz kisméretű irreguláris holdjait, vagy akár olyan égitesteket is, mint az Apophis kisbolygó. Az Apophis egy potenciálisan veszélyes kisbolygó, ennek nem elhanyagolható a valószínűsége, hogy 100 éven belül ütközik a Földdel. Erről az égitestről is nagyon keveset tudtunk, az infravörös mérések alapján azonban pontosan meghatározható, hogy mekkora ennek az égitestnek a tömege, miből áll ez az égitest, és ennek alapján sokkal pontosabban meg tudjuk mondani, hogy a pályája hogyan fog változni az elkövetkező évek során, és hogy valójában jelente veszélyt ténylegesen a Földre. Záró gondolatként annyit szeretnék mondani, hogy mint ahogyan láttuk, a távoli infravörös hullámhosszak azok rendkívül jól kiegészítik a tudásukat arról, azokról az égitestekről, amiket a látható tartományban látunk, sőt, a távoli infravörös olyan információkkal tud szolgálni, amikhez semmilyen más hullámhosszon nem tudnánk hozzájutni, és ezzel rendkívüli módon tudja bővíteni az ismereteinket ezekről az égitestekről. Köszönöm szépen! Nagyon tetszett az előadás, hogy stílusosan fogalmazok, egy rendkívül széles spektrumú és informatív előadást hallhattunk a csillagok és a bolygórendszerek keletkezéséről többek között, és ez egy nagyon jó előadás volt abból a szempontból is, hogy hétköznapi átlag emberek számára is könnyen érthető, emészthető és feldolgozható volt. Az ragadott meg leginkább a témában, hogy nem csak úgy vizsgáljuk a körülöttünk elhelyezkedő univerzumot, amit látunk, hanem hát infravörös tartományban is, mert hát semmi nem az, mint aminek látszik, és mi emberek hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden olyan, mint amilyennek, azt mi érzékeljük, de hát mi csak a hat érzékszervünk csapdájában vagyunk, és semmi nem az, aminek látszik. És most ez az előadás is bennem ezt erősítette meg, hogy ez így van. Két szót jegyeztem meg, az Eris és az Apophis. Az Eriszt azért jegyeztem meg, mert nagyon érdekes volt, hogy abból a kis, nagyon halvány pacából az infravörös fény hatására mennyi mindent megtudtunk, hogy ki tudta hozni, mint látványban, mint a hőmérsékletet, hogy meg tudták határozni annak alapján, tehát csoda dolog tulajdonképpen ez az infravörös sugárzás, a másik pedig az Apophis, amit megjegyeztem, ez pedig az a bizonyos kis bolygó, ami várhatóan 100 éven belül nekiütközik a Földnek. Azért remélem, hogy addigra meg már annyira fejlődik a tudomány, illetve a technika, hogyha mégis úgy történne, hogy ide akarna jönni, akkor pont el tudják téríteni. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Legközelebb Balogh Zsolt informatikai jogász lép a pódiumra, és az információs társadalomban előforduló jogi kérdésekről mesél. Tartsanak velünk!